érvényesülni, ha az embernek nagyra törő tervei vannak. És ezért az elmúlt időszakban kissé meggyűlt a bajom a magukat tudósoknak hívó öntelt alakokkal. Semmire kellő beképzelt kis pondrónak neveztek, és eltiltottak az orvoslástól. Mégis mit képzelnek, hogy ezt megtehetik? A 13-as kísérlet az egyetlen, amivel be tudom bizonyítani, hogy igenis többre vagyok hivatott. Szerencsére találtam egy segítőt, akit természetesen nem avattam be teljesen arról, hogy miben is fog ő nekem segédkezet nyújtani. Mire rájön, addigra már amúgy sem tud majd kiszállni. 72. nap. Újabb test, újabb kísérlet. Eddig semmi reakció, de ezúttal új összetétellel próbálkozom, és merem remélni, hogy most sikerrel járok. Mondja, doktor úr, biztos, hogy jó ötlet ez. Magának az a dolga, hogy segítse a munkámat, nem pedig az, hogy kérdéseket tegyen föl. Világos? Igenis. Fogja meg a paciens karját. Ebből még nagy baj lesz, érzem. Hogy mondja? Elnézést, csak hangosan gondolkodtam. Készítse elő a szert a befecskendezésre. Azonnal. Remélem most használni fog a szer, és megmutathatom azoknak a felfúválkodott idiótáknak, hogy igenis többre vagyok képes. Itt van. Parancsoljon. Mondja, hogy áll az átömlesztés? Hamarosan befejeződik. Hozzam a szert a befecskendezésre. Előbb még ezt be akarom vinni a testbe. Álljon kicsit hátrébb. De, doktor úr. Ne ellenkezzen velem. Senkinek sem hiányzik, hogy egy új vírus szabadítsunk az emberiségre. Ezt meg hogy érti? Álljon már hátrébb. Igenis. Doktor úr, elmehetnék? Órák óta ülünk itt a semmit várva. Nem. Addig nem megyünk innen sehova, ameddig nem keltjük életre ezt az átkozott testet. Ezt nem teheti! El sem tudja képzelni, hogy mi mindent tehetnék most magával. Hozzon néhány zsákot. El kell tüntetnünk innen a testet. Végre, hogy megvan. Mi történt? Nem látta a testet? Ugyanis... Hogy mi? Eltűnt a boncosztóra. Mi történt? A test életre kelt? Eltűnt a test. Ott volt a boncosztalon, és amikor bementem... Egyszerűen csak elsétál? Maga szórakozik velem, ezt nem mondhatja komolyan. Egyébként ez azt jelenti, hogy sikeres lett a kísérlet. De hát még nem vizsgáltuk meg. Thank you.
semmilyennek képzeltem. Hoztunk létre. Hát nem érti. Sikeres lett a kísérlet. A többi az mellékes. Mellékes? Most szórakozik velem. Kell találnom, hogy hogyan tudunk innen elszabadulni. Maga maradjon itt. Én kimegyek és megpróbálok bejutni a portára. Ne, kérem, ne hagyjon itt egyedül. Valami baj lenne, legalább maga élje túl. Hogy elmondhassa, hogy sikeresen véghez vittem a 13-as kísérletet. Mi? Maga maradjon itt és ne szólaljon meg. Akkor nem fog magára találni. Maga, mégis hogyan? Eluntam a várakozást, és megtaláltam a fegyvert, és maga után indultam. És hogy talált rám? Megéreztem.